politikamentes vitafórumot hívott össze a Fidesz helyi csoportja, hogy megvitathassunk egy helyi, egyébként országos problémát, és mindenki elmondhassa a véleményét. Az est házigazdája nem kisebb személyiség volt, mint Navracsics Tibor, országgyűlési képviselő, akinek sikerült elérnie, hogy maga Nagy István agrárgazdasági miniszter, a téma jó ismerője és a megoldás kulcsának hordozója fejthesse ki vitaindító véleményét a fekete madarak tárgyában. Az eseményen megjelentek többek között a környékbeli települések polgármesterei, valamint Balassa Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője is, aki egyébként nem szólt hozzá a fórumhoz. A közönség megtöltötte a VMK kiállító termét, és hozzászólások is érkeztek jócskán. A tudósító érzése mégis az volt, hogy a foglalkozás, ahogyan a seregben mondják, nem ért el a célját. Az előadó ugyan igyekezett olyan benyomást tenni, mint aki munkatársaival a végsőkig elment a téma felderítésében, és világszerte összegyűjtött eddigi tapasztalatok és megoldási kísérletek tárgyában, nap végén mégis akadtak kételkedők, akik az eddigi próbálkozásokat hiába valónak tartják, és a Nagy István által felvázolt jövőképet sem tartják reálisnak és belátható időn belül kivitelezhetőnek. Nagy István agrárminiszter. Mindenki szeretné kilőni őket, de mivel belterületen vagyunk, és védett Magyarországon is, és európai védelemben is részesül. Tehát nem lehet elpusztítani direktben. Hogyan lehet megoldani, hogy akkor mégiscsak az, amiért itt vagyunk ma este, megszűnjenek ezek a kiváltó okok? Azt kell megakadályoznunk, hogy költeni tudjon. Tehát humánus módszert kell választani, ugye ez az első dolog, annál is inkább, mert nem tudunk vadászfegyverrel vagy bármi mással a varjak életére törni. A Nemzeti Park munkatársai szerint a következők javasolhatók. Költési szezon előtt minden fészket eltávolítani. Ez úgy rosszul hangzik, de egyébként nem bonyolult. Egy tűzoltókocsi, egy vízsugár, és mind le van a fáról permetezve. Ezt gyakorlatilag 3-4 héten keresztül, ha megismételjük, akkor gyakorlatilag el tudjuk tolni úgy a fészkelési idejét, és lesznek olyan idegesek, hogy más helyet keresnek maguknak. A közvéleményét úgy lehetne talán összefoglalni, hogy a varjú védett madár, de talán az ember is az, akinek az érdekei mégiscsak előbbre valók. Leginkább kételkedők közé tartozott maga Schwarz Béla polgármester, aki már többször írt levelet a tárgyban az agrárminiszternek, és már meg is tette az előkészületeket, mintegy 2 tucatnyi érintett polgármester meghívásával, hogy a hosszú évek óta fennálló problémára megoldást keressen. Nem az ő hibája, hogy a Fidesz beelőzött, ki tudja honnan vették az ötletet, és az államhatalom képviselőjének meghívásával tárt elénk megoldási javaslatokat. Amelyek azonban Schwarz Béla szerint nem működnek, és a tudósító szerint is kicsit emlékeztetnek is arra a kínai módszerre, mikor a verebektől úgy akartak megszabadulni a kínai lakosok, létszámbeli fölényüket kihasználva, hogy nem hagyták leszállni őket, és a fáma szerint addig kergették a szerencsétlen jószágokat, míg a kimerültségtől valamennyien holtan hultak alá az égből. A távol-keleti kísérlet eredménye ugyan nem ismert, de ezen az estén Nagy István főjavaslata is az volt, hogy vízsugár igénybevételével semmisítsük meg a fészkeket, és ezt ismételgessük akár hetenként addig, amíg ezek az egyébként igen okos jószágok be nem látják, hogy költözniük kell. A miniszter nem titkolt el a módszerben rejlő veszélyeket semmi szerint, az így szétspriccelt kolóniák, akár egy település más pontján, valószínűleg több helyen is, újra megvethetik a lábukat, újabb problémákat generálva, újabb vízsugaras akciókat igényelve. Ilyen összehangolt akcióra nemzetközi tapasztalat még nincs, kétséges az is, hogy visszatalálnak-e a madarak az eredeti élőhelyükre, a mezőgazdasági területekre, és ott egerek és pajorok fogyasztásával ütik majd agyon az időt. Egy Somló környéki vállalkozó pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a varjak faluhelyen is nagy kárt tudnak okozni, mivel kiszedik a földből a kukoricahajtásokat a maggal együtt, és képesek így módon egész táblákat sivataggá tenni. Ugyancsak időigényes és kétséges a jövő ködébe vesző megoldásnak tűnik a hatalmas tagokban létező mezőgazdasági területek madárbaráttá tétele, felparcellázása és erdősávokkal gazdagítása.
Viszonylag kivihető és humánus, de időnyerőnek tűnő felvetés volt a miniszter részéről, hogy már a város tervezésnél, épületek, közparkok létrehozásánál célszerű figyelembe venni azokat a szempontokat, amelyek diszkomfortossá teszik a varjak számára a lakott területeket, például nem magas platánok, hanem alacsonyabb koronájú fák telepítésével. Az az ötlet, hogy a magas fákat ki kell vágni, már a helyszínen ellenállásba ütközött. Summa-summarum a legradikálisabb véleményt az est folyamán Schwarz Béla fogalmazta meg, aki hosszú évek alatt szerzett gyakorlati tapasztalatai birtokában, sora döntötte romba a miniszter új javaslatait. Sem a fa visszametszés, sem a hangarriasztás, sem a vízsugaras módszer, sem a sólymok bevetése nem hozták meg a várt eredményt, a varjak köszönik, továbbra is jól érzik magukat Ajka belvárosában. Schwarz Béla, Ajka polgármestere. A napi életet tönkre teszik a varjuk, én ezt a leghatározottabban mondom önnek, itt nem lehet közlekedni, tehát az, amit ön mondott, hogy azokat mind kipróbáltuk, ezeket a módszereket. Mi 8 éve fáradozunk azon, hogy ezen a területen változást idézzünk elő, és nem tudtunk semmilyen változást előidézni. Ugye vannak olyan utcáink, ahol ezeket a szép derékfákat, a platánfákra gondolok, hát azokat feléjét visszavártuk. Hát rettenetes képet mutat ez a városrész, az óváros térről van szó, és azt értük el vele, ön is megfogalmazta, hogy átköltöztek a szomszéd utcába, ahol szintén platánok vannak. Tehát Ajkán a platánnak beütetett utcáknak a száma az körülbelül 30. Hát az képtelenség, hogy ezeket a fákat kiváljuk. Tehát én azt mondom, hogy ez a módszer ez nem vezet eredményt, ezt komolyan mondom önnek, 8 év óta, ugyan én vagyok a polgármester, tehát személyesen irányítom ezt az akciót, de semmit nem értünk el vele. A riasztástól kezdve, a fa visszavágásig, ezt a vizes megoldást is kipróbáltuk, és nem vezetett eredményre. Az egyetlen megoldásnak a polgármester szerint a gyérítés tűnik. Schwarz Béla szorgalmára jellemző, hogy felkutatott egy 2009-es Európai Uniós irányelvet, ami szerint a hozzácsatolt listában felsorolt országokban, amennyiben a központi szervek engedélyezik, vadászati módszerrel gyéríthetők a varjak, és erre akad is már külföldi, erdélyi, szlovákiai példa. Itt van előttem az Európai Uniónak az irányelve. Az Európai Unió azt mondja, hogy azon tagállamok, tehát a védettséggel egyetértünk, valóban védett állat a varjú, a vetési varjú, mert a dolmányos varjú már nem védett állat, azt lehet is vadászni. És azt mondja az Európai Uniónak az irányelve, itt van az egész, tehát a számát akartam mondani, 2009/147-es, hogy azon tagállamok, amelyek a 7-es cikk harmadik bekezdése, tehát ennek az irányelvnek a 7-es cikk harmadik bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát. És Magyarországon ez engedélyezve van. Tehát szabad vadászni, ha a magyar hatóságok engedélyezik. Tehát az Unió nem gátolja ezt a folyamatot, és én az előbb a miniszter úrnak mutattam, hogy kimásoltuk az Uniónak a ide vonatkozó cikkeit, Szlovákiában is vadásszák, Erdélyben is vadásszák. Az Erdély Székelykeresztúr, Székelyudvarhely polgármestere is nyilatkozott az ottani engedélyek birtokában, és ezt nem úgy kell elképzelni a vadászatot, magam is vadászember lévén, hogy mindent kilövünk. Nem így kell elképzelni. Mi egyébként a 70-es években, mi akkor is itt voltam Ajkán, mi gyakoroltuk ezt, és a belvárosnak ezen a szakaszán valóban lőttünk ki varjúfészkeket, illetőleg varjakat is, de nem egy vandál módszerrel, hanem éppen arra való hivatkozásra, hogy a varjú valóban egy intelligens állat, néhány varjút valóban kilőttünk, és ugye a székelyek is most ezt teszik közzé, meg a szlovákok is, meg Bánátban is, tehát a Vajdaságban is ugyanez a módszer, néhányat kilőnek, és a többi varjú az eltávozik onnan, és nem jön vissza, mert ugye abban önnek teljesen igazam, hogy ezt időként meg kell ismételni, hogy ez ne legyen. Tehát az Unió nem akadályoz ezt a megoldást, még ha Magyarországon a természetvédők kézzel-lábbal hadakoznak is ellene. A polgármester maga is gyakorló vadász lévén lát lehetőséget arra, hogy a biztonsági szabályok betartásával korlátozott fegyveres támadás induljon a varjak ellen. Sőt, felajánlotta az első lövés lehetőségét az agrárminiszternek is, aki saját bevallása szerint ugyancsak fegyverviselt ember. Szerinte a varjak érteni fognak a szóból, hiszen okos állatok.
A polgármester át is adta ezt az EU állásfoglalást a miniszternek, aki megígérte, hogy minden javaslatot figyelembe fognak venni a probléma kezelése céljából. Ezzel a megoldás újra a távoli jövőbe tolódott, holott nyakunkon a költési időszak, és ezek szerint nem csak a minisztérium, hanem az Isten sem ment meg minket az újabb varjas szezontól.